Az úr a pokolban is úr. Első fejezet. Amelynek az a tanulsága, hogy az úr a pokolban is úr. Hasonló botrány még sohasem fordult elő Afrikában, pedig ez a földrész híres arról, hogy emberemlékezet óta a legrendkívülibb események színhelye. Az ügyből jóformán semmi sem szivárgott ki. A nyilvánosság sohasem tudta meg, a sajtó, ha kiszimatolt is valamit, őrizkedett attól, hogy tollára vegye, és az afrikai legfelsőbb körök mélységesen szégyenkezve őrizték meg a titkot, az elképzelhetetlen, fantasztikus, borzalmas eseményt, amelyet én is csak fenntartással és az olvasó legmélyebb titoktartását kérve közlök. 1937. március 7-én délután 4 és 6 óra között Lorimer de la Motte tábornok fogadó délutánján a kormányzósági palotában a legelőkelőbb katonai és polgári személyek társaságában megjelent és teljes 1 óra 29, mások szerint 32 percet töltött el a 143-as számú közlekény, a marokkói helyőrség első századából. Miután az eseménnyel kapcsolatban hivatalos közlés nem történt, mindenki másképpen mesélte el, és senki sem látta tisztán az ügyet. A valóság hasonlít a drága kőhöz. Annyit csiszolják, mire forgalomba kerül, hogy egészen más lesz, mint amilyen eredetileg volt. Annyi bizonyos, hogy az ügy eredete egy utász bakancsának tulajdonítható. A század az Atlasz távoli útjairól érkezett több heti menetelés után, és a vétkes bakancs, mire elérte Marokkó külvárosát, igen rossz állapotban volt. Mint ahogy öreg fáradt embernek hullani kezd a foga, úgy hullatja az öreg fáradt bakancs is meglazult szögeit. Nem nagy baj, a marokkói depóból kerül még bakancs, és szög is van igen sok. De ősidők óta a pneumatik és az elhullott bakancsszög vad haragosok. Ott tiporják, marják egymást, ahol érik olyan ellenségek, mint a kutya meg a macska. Ezekből a harcokból általában a kis bakancsszög kerül ki győztesen. De la Motte táborszernagy lánya Yvonne, nem sejtve a szögek és pneumatikok régi viszáját, szokása szerint 100-as sebességgel rohant a szép marokkói országúton. A pneumatik rávetette magát a szögre, a szög vadul belemart Ádáz ellenfelébe, 1/10 másodpercig tartott a küzdelem, azután egy lövésszerű robajjal a gumik kiadta lelkét. Yvonne minden ügyességével igyekezett urrá lenni a kocsin, de az nem engedelmeskedett a kormánynak, defektes jobb első kerekének irányában siklott le az útról. A leány még mindig kezelte a kormányt, és nagy erőfeszítéssel kikerült egy fát. Végül azonban, szerencsére már lecsökkent sebességgel, mégiscsak egy töngőbe ütközött, és nagy csörömpöléssel, robajjal megállt az autó. Yvonne fejjel a szélvédőnek röpült, de ez törésmentes üvegből volt, és így csak elkábult kisé, miközben erős sajgás nyilalt a térdébe. Végül nagy nehezen kiszédelgett a kocsiból. Ekkor tűnt fel a közelben az úriember. Az úriember éppen festett. Nem tájképet, nem csendéletet, és nem is portrét. Kilométerkövet festett. Az időjárás következtében megbarnult mérföldköveket szép fehérre festette. Közepükre feketével a színe hagyott szám restaurálását látta el. Időnként, mint általában a festőművészek, kisé hátrahajtotta a fejét, és egyik szemét behunyva, tenyerét élével az orrához illesztve, megelégedetten szemlélte művét, amely ugyan nem tarthatott számot arra, hogy valaha is az Uffiziben, a madridi Prádóban vagy más jó hírű festmények számára fenntartott helyen függjön, de mint piktúra kellett, hogy értéket képviseljen a maga nemében, tekintettel a mű bírálatára hivatott Larnac káplár szigorú kritikájával együttjáró magánzárkára. A roppant zajra az úriember, aki különben légionista volt, feltekintett és így szólt. No-no. Azután vette vötrét és ecsetét, miután kincstári tárgyak elhagyásáért haditörvényszék jár, és elindult, hogy megszemléje a pórul járt autót. Ekkor támolygott ki a kocsiból Yvonne. Harisnyáján vér folyt le, mert erősen megütötte a térdét.
Bocsánat, szólt az úriember. Úgy láttam messziről, mintha defektet kapott volna. Nevem Vicomte d'Alarcon. Kissé meghajolt, de nem tette le sem a vödröt, sem az ecsetet, úgyhogy a leány elgyötört állapotában is kénytelen volt mosolyogni. Elsősorban be fogom kötözni a térdét. Ez idegen férfi esetében kissé frivol helyzet, viszont ha tekintetbe veszük, hogy etikettszerűbb eljárás következtében vérvesztesség, mérgezés, ugyan mit fecseg annyit, segítsen rajtam, ahogy tud. Meg fog történni. A sovány kissé gyerekes arcú fiatalember könnyedén felkapta a lányt, mielőtt az még szólni tudott volna, és egy közeli fa tönkre ültette. Azután meghajolt előtte, mintha tánc után leköszönne, és varázsló módra váratlanul egy szép fehér selyemkendőt húzott elő zubbonyának ujjából. Enyhe parfüm szag érződött. Légionista parfümös selyem zsebkendővel. Igazán ritkaság. Letérdelt a lány elé, kulacsból vizet öntött a kendőre, azután rövid idő alatt kimosta és jószorosan bekötötte a térdét. A fordulónál van egy kocsma, odáig kegyeskedjék el bicegni velem. Szívesen vinném, de vödröm kincstári tárgy, és ha itt hagyom, tán főbelőnek miatta. Hinterlandban egy vödör a szolgálati szabályzat szerint erkölcsileg annyit ér, mint ütközetben a fegyver. Valami lehet a dologban, mert tegnap egy szemtelen alak fejéhez vágtam a vödröt, és szemmel láthatólag rendkívüli hatást gyakorolt rá. Nem rosszabb a puskatusnál, viszont a kiömlött festéket levonják a zsoldomból. Nem gondolja, hogy ez igazságtalanság? Közben a leány mellette bicegett, és a karjára támaszkodott. A vendéglőben Ivon konyakot kapott, közben a katona betelefonált Marokkóba, hogy küldjenek ki a Mademoiselle-ért egy bérautót, és a megrongált kocsit vontassák be. Ivon azután elbeszélgetett a légionistával. Megtudta tőle, hogy valóban Vicomte. A légióba azért lépett be, mert édesapja nem akarta felemelni évi apanázsát. Az öregem áldott jó ember, de kisé furcsa elveket vall. Rá akart kényszeríteni arra, hogy ne legyen 50 tagú személyzetem, 4 autóm, szóval, hogy az udvartartásomat csökkentsem le. Ezt nem viselhettem el. Megmondtam az öregnek, hogy akkor egyetlen fillért sem fogadok el tőle. Úgy is lett. Így kénytelen voltam a légióba beállni. Mit csináljak? Dolgozni nem állt módomban, így d'Alarconnak csak költeni szabad a pénzt, megkeresni nem. Családom több mint 800 éve kizárólag 2 dologgal foglalkozik, pazarlással vagy katonáskodással. Miután a pazarlást el kellett vetnem, más választás nem maradt számomra, mint a katonaság. Mert ugye bár megalázkodva visszatérni az öregemhez igazán méltatlan dolog lett volna. Így kerültem a légióba, ahol elég kellemesen telik az idő, különösen ma délelőtt, egészségére, ex. Felhajtott a konyakját, és a leányra mosolygott. Ivon megint csak nevetett. Volt ebben az emberben valami különösen mulatságos. Amit mondott és tett, olyan valószínűtlen volt, és mégis oly természetes könnyedséggel adta elő, mintha mindez egy párizsi kávéház teraszán történne, és a világon a legtermészetesebb lenne. Bocsánat, mademoiselle, de azt hiszem elfelejtette az előbb, hogy a bemutatkozás formasága kölcsönösen kötelező. Igaza van. Előre örült, hogy most végre kihozza kissé nyugalmából ezt a hűvös embert. De la Motte, tábornok leánya vagyok. Ez kedves, mondta közömbösen a katona. Úgy tudom, a tábornok kitűnő lovas. Sajnos engem most elszólít a piktúra, kedvenc kilométer köveim várnak. Szeretném önt viszont látni, mademoiselle de la Motte. Hogy képzeli ezt? Kérdezte a leány megrökönyödve. Délutánonként ráérek takarodóig. Nem szeretném, ha kellemes ismeretségünknek vége szakadna. Remélem, kicsinyes előítéletek szól olyasmi, hogy ön tábornok leánya, én pedig közlegény vagyok, nem befolyásolják. Kérem, nekem nincsenek előítéleteim, mondta nevetve a lány. Holnap délután a kormányzóságon ismerkedési teát adok. Legyen szerencsém. Látja, nincs előítéletem. De hiába hívom olyan helyre, ahol egy főhadnagy vagy kapitány sem jelenhet meg, és még az őrségen sem közlegény áll.
Az én számomra csak az a fontos, hogy ön megfelelő társaságnak tart-e. Ez esetben örömmel fogadom el a meghívást. Őszintén megmondom, megfelelőbbnek tartom mostani társaságom legtöbb tagjánál. Én igazán szívesen látnám akár a kormányzósági teán is, ha a társadalom előítélete nem tenni a maga számára lehetetlenné, hogy megjelenjen. Ha ön szívesen lát, a többivel nem törődöm. Nagyon köszönöm a meghívást. Ott leszek. Összeütötte a bokáját, miközben felemelte a vödröt, és a kezével, amelyben az ecsetet tartotta, szalutált, azután elment. Yvonne jót nevetett a meghívási tréfán. Tréfának tartotta azt is, amit Delarcon felelt. Miközben hazafelé vitte az autó, némi melankóliával állapította meg, hogy ez a katona életében az első férfi, aki felkeltette az érdeklődését. Az ismerkedési teán, amelyet a tábornok és Yvonne adott a kormányzóságon, diplomaták, magasrangú katonák és néhány előkelő polgári személy vett részt. Az érkezőket a tábornok fogadta. A vendégek nagy részét nem ismerte. Ilyenkor az idény kezdetén az újonnan áthelyezett és kinevezett attasék, törzstisztek és főfunkcionáriusok ismerkedtek egymással. 4 óra felé nyílt kipufogóval, irtózatos lármával hatalmas vörös sportkocsi érkezett, és egy csinos, jó megjelenésű, kifogástalanul öltözött fiatalember ugrott ki a volán mellől. A tábornok igazán mit sem sejtve fogott vele kezet, és mikor meghallotta a nevét, Delarcon Vicomte, esze ágába se jutott érdeklődni, hogy mi keresni valójában itt. Bizonyára valami protekciós légügyi vagy árvíz kormánybiztos. Karon fogta és néhány kedves szó után bemutatta a társaságnak. Végül odaszólt Yvonne-nak, aki háttal állt egy másik csoportban. Bemutatom neked, lányom, Delarcon Vicomte barátomat. A leány megfordult, és a rémület pillanatnyi szédülésében úgy érezte, hogy a kormányzóság kacsalában forgó kastélyá változott. A tábornok nyomban tovább sietett, és Yvonne dermedten nézett a fiatalember mosolygó arcába. Megőrült, suttogta. Nincs kizárva. Hogy van? Kérem, azonnal menjen. Kidob? Úgy látszik, akkor mégiscsak előítélettel viseltetik. Nem, nem, sőt, féltem magát, hiszen ezért hati törvényszék elé állítják. Én is azt hiszem, de végre is fő, hogy itt vagyok. Nem mutatna be ennek a polgármester külsejű úrnak? És egy alacsony kövér emberhez fordult, aki csak ugyan a polgármester volt. Mielőtt Yvonne még bármit szólhatott volna, a fiatalember elvegyült a társaságban, a lány döbbenten nézett utána. Előző napi találkozásuk óta akaratlanul is többször gondolt a fiúra, és ilyenkor elszomorodott azon, hogy valószínűleg nem látja többé. Most, hogy viszont látta, valósággal megrémült. Ez alatt Delarcon pillanatok alatt a társaság központja lett, majd a francia akadémikusokat figurázta ki a Concours díj odaítélése alkalmából, ahogy szemöldöküket ráncolják, peckesen járnak, és végül egy kétkötetes művet találnak a legjobbnak, miután kétségtelenül beigazolták, hogy egyetlen sor sincs benne, amelyről nehéz lenne kimutatni, hogy melyik francia klasszikustól plagizálta a szerző. A kormányzó szeméből könnyek csorogtak a kacagástól. Két öreg diplomata és egy fél lábára sánta táborszernagy letegeződött a fiatalemberrel. Ezután Delarcon a zongorához ült, és egy pajkos kuplét játszott Mistinget műsorából, régi nagy zeneszerzők modorában, amivel kolosszális hatást ért el. Később a tábornok felkérésére ő nyitotta meg a táncot a kormányzó feleségével. A második táncnál Yvonne-t kérte fel. Menjen el, mondta reszketve a lány. Takarodóig igazán ráérek. Miért csinálta ezt az őrültséget? Nem haragszik, ha megmondom, beleszerettem magába. És ha egy hölgy meghív valahova, akit szeretek, akkor kötelességem megjelenni. Holnap hol teázunk? Kérem, menjen el. Nagyon-nagyon fájna, ha miattam bajba kerülne. Igazán jól esik, hogy ennyire aggódik, értem, de ma van időm, mert Larnak káplár csak holnap nézi át bemázolt köveimet. Mikor látom legközelebb?
Ha azonnal elmegy, megígérem, hogy nem sokára viszont lát. Egyetlen eset, hogy boldogan távozzam. A társaság nagyon kellemes, csak a kormányzónéval vagyok elégedetlen. Az Atkinson parfüm, amit használ, nem valódi. Micsoda kicsinyesség ez egy kormányzó nejétől. Még ma írok a londoni nénikémnek, és küldetek neki egy üveg valódi Atkinsont. Isten bele, kislány, most már ne legyen ideges, megyek a mérföldköveimhez. D'Alarcon azonban nem távozott angolosan. Ezt az eljárást udvariatlannak tartotta. Mindenkitől elköszönt. A kormányzó két kézzel szorongatta a kezét, meghívta másnapra egy uszoda felszenteléséhez, a kormányzóni partnernek kérte fel sétalovaglásaihoz, végre Yvonne legnagyobb megkönnyebbülésére, de la Motte tábornokkal beszélgetve megindult az ajtó felé. Ekkor történt a katasztrófa. A katasztrófát a kormányzó idézte elő közvetve, mert otthon felejtette a pápa szemét, és elküldte érte a káplárt. Larnac káplár abban a pillanatban toppant hivatalos vigyázba az ajtó jobboldali fejfája mellé, mikor a tábornok és a fiatalember odaért. A káplár, ahogy felismerte D'Alarcont, egy pillanatra megmerevedett, mint akit gutaütés ért. A fiatalember nyomban feszes haptákba vágta magát, és harsányan így szólt: alázatosan jelentem káplár úrnak, kilométer 60-tól 92-ig a köveket átfestettem. Ha azt mondom, hogy a teremben pánik tört ki, akkor enyhén írom le a hangulatot. Mindenki dermedten nézett D'Alarconra. A radványi kastélyban egykor így meredhettek az urak bárci benő szép szeretőjére és titkos arájára, Kund Abigérre, midőn vadul a sebből a tört kiragadta, és nyílt utca során táncolni, dalolni sem szégyelt. Elsőnek de la Motte tábornok szólalt meg. Mit jelentsen ez? Tábornok úr, mondta D'Alarcon vigyázban, de nyugodtan, a marokkói helyőrség 143 számú közlegénye alázatosan jelentkezik. Káplár, ezt az embert vasba! Kérem, szólalt meg Yvonne hirtelen nagy nyugalommal. Ez a közlegény a tegnapi autókarambolónál segített rajtam, és én voltam olyan bátor meghívni atyám nevében is, tehát a felelősség engem terhel. Nagy-nagy csend volt. Olyan irtózatos nagy csend, mintha elektromosság feszíteni a levegőt, és nyomban robbanna valami. Az okos tábornok érezte, hogy véget kell vetni a jelenetnek. Reketten így szólt: Kápler! Közlegény! Lelépni! En avant! A káplár már ment volna, de az ifjú új vigyázba vágta magát. Alázatosan jelentem! Nem lenne helyes eljárás magunkkal vinni ő excellenciája pápa zemét. A beköszöntő esti órákban a kormányzó úr nélkülözné. Néhányan nevettek. A káplár maga sem tudta, hogy jutott ki a teremből, egyáltalán nem tudta, mit csináljon, semmiféle utasítást nem kapott a fiatalemberre nézve. Annyit sejtett, hogy elfogadni nem lehet. Végül így szólt lent a kapuban: közlegény! Nyomban jelentkezik az őrségen. Rendben van, öregem, ne izgassa fel magát, mondta. Azután beült az autóba a kormány mellé, és nyitott kipufogóval olyan szörnyűséges harsogással távozott, hogy a környékbeliek rémülten dugták ki fejüket az ablakon. A vizsgálat nem derítette ki, hogy honnan vett a légionista civil ruhát, és kitől szerezte a pénzt, amelyen autót bérelt. Sokkal később D'Alarcon elmesélte, hogy miképp jutott a kormányzósági palota elé kifogástalan külsőségek között. Néhány hónappal előbb rablók romboltak a külvárosban. Ekkor történt, hogy D'Alarcon feltűzött szuronnyal rohant egy szerencsétlen öreg kereskedő védelmére. Egymaga verte vissza a támadókat, bemenekült a kereskedővel az üzletébe, és félórás ostromot állottak ki, míg végül megjött a rendőrség. Ezt a boltost kereste fel D'Alarcon, miután Yvonne-nal megismerkedett. A hálás kereskedő tudta, hogy milyen büntetés vár rá, ha baj lesz az ügyből, azért mégis habozás nélkül a legelőkelőbb helyről ruhát, fehérneműt és minden egyebet bevásárolt a légionistának.
Nála öltözött át Dalarcón, és a tőle kapott pénzen a belváros egyik garázsából gyönyörű sportkocsit bérelt. Így pontosan megjelent az előző fejezetben leírt ismerkedési tea délutánon. A tea délután résztvevői elhatározták, hogy titokban tartják az eseményt, amely a világ valamennyi viclapjában az első oldalon jelenne meg, ha kiszivárogna. És mi legyen a légionistával? Tulajdonképpen takaródóig szabadsága volt, és nincs rá paragrafus, hogy a kormányzósági palotába büntetés terhe mellett tilos ellátogatnia. Az egyetlen büntetendő cselekmény, hogy civilbe öltözött. Viszont a tábornok leányának a meghívása elég jó mentség. És különben is az egész ügyben igen sok előkelő ember nevetséges szerepet játszott. Végül sem jő őrnagy türelmetlenül az asztalra csapott. A fenébe is! Hát dobjátok ki valahová egy sivatagi helyőrségbe, és felejtsétek ott, amíg megőszül! Hivatalosan nem kell tudomást venni a dologról, nem sokára kezdődik az offenzíva, épp elég helyen van leváltás. Tegyétek a legközelebb induló rohamosztakba, és a tréfán igyekezünk nevetni, különben minket nevetnek ki. Este 8-kor a 143-as közlegény menetkészen jelentkezett az ezredirodában, Lefebvre kapitány előtt. Vakmerősége annyira elkápráztatta feletteseit, közölte a kapitány, hogy áthelyezték az Agadir erődjébe induló rohamosztakhoz. Ott kitüntetheti magát, ha továbbra is merész lesz. Alázatosan köszönöm, mon commandant, igyekezni fogok. Sajnálom magát, fiatalember, mondta a kapitány, akinek titokban imponált az egész eset, és most, hogy jobban megnézte a fiút, tetszett is neki. Intelligens ember létére meggondolhatta volna, mielőtt ilyen ostobaságot tesz. Mi a fenének fogadta el azt a meghívást? Mert úr vagyok, mon commandant. Ez a légióban nem ritkaság. Rövidesen másképp fog beszélni. Azért, mert úr volt, most mehet a Szaharába. Mivé lesz ott abban a pokolban, mi? Alázatosan jelentem, mon commandant. Az úr a pokolban is úr. Második fejezet, amelyben Yvonne egy szerencsétlen ember helyett egy szerencsésnek segít. A tábornok nem tett szemrehányást. A leány olyan szerencsétlennek látszott, hogy a történtek dacára sajnálta. Yvonne most már jól tudta, hogy különös módon hirtelen beleszeretett a légionistába. És ezt az érzelmet tragikussá tette az a tudat, hogy ő idézte elő a fiú áthelyezését a Szahara legrosszabb állomására. Néhány álmatlan éjszaka alatt egyre határozottabban úgy érezte, hogy kötelessége megmenteni Dalarcont. De hogyan? Hogyan menthet meg egy leány egy szerencsétlen légionistát? Segítőtársra van szüksége. Különböző udvarlói között volt egy Donald nevű belga katonai mérnök, aki a gyarmati hadsereg számára is dolgozott, és mint jó teniszjátékos közkedveltségnek örvendett a marokkói társaságokban. Élethalára udvarolt Yvonne-nak, aki elhatározta, hogy őt kéri fel segítőtársnak. Donald maga okos ember, és azt mondja, hogy szeret engem, mondta egy délután a mérnöknek. Én segíteni akarok azon a szerencsétlen Dalarcónon. Belebetegszem, ha miattam kell elpusztulnia. Tudja meg, hogy melyik szaharai erődben van. Megpróbálom kivenni az őrnagyból. Magáért mindent megteszek, Yvonne. Másnap Donald ragyogó arccal újságolta. Megvan! A 143-as számú közlegény az agadíri helyőrséghez beosztott rohamkülönítményben van. Donald, aranyos Donald, én mindent szívesen megtennék. Oda utaznék, ha tudnám, hogy mi módon lehet elszöktetni. Segítsen nekem ebben az ügyben. Hát kérem, szólt a mérnök szomorúan, én itt jóformán katonai állományban vagyok. Nehéz a helyzetem. Azért tegnap óta gondolkoztam az ügyön, és van egy jó ötletem, de nem szabad elmondani, hogy tőlem tudja. Szó sincs róla.
Mást esetleg főbe lőnének érte, de magának semmi baja nem lehet. Állítson ki egy futárigazolványt Dalarcon nevére. Csenjen el ügyesen az apja íróasztaláról egy vezérkari levélpapírt. Üsse rá ugyanott a bélyegzőt. Az is ott van az íróasztalon, hatalmas sárga fogójú pecsétnyomú. A legtöbb gyermek tudja az apja aláírását utánozni. Maga is tudja? Igen, mondta kisé ijedten. Egész irkákat telefirkáltam gyerekkoromban a papa aláírásával. Nézze, ez egy kisé elkeseredett eszköz, de végre is csak valami szabálytalan úton lehet megmenteni azt az embert. Az üres lapot, ha rajta van a pecsét és az aláírás az én utasításom szerint kitölti Dalarcon nevére, mint futárigazolványt. Ha ezt a futárigazolványt el tudja juttatni Dalarcon kezéhez, akkor akár külön vonaton vagy repülőgépen is megléphet a fiú Afrikából. Tudja jól, hogy most kezdődik az offenzíva, amellyel be akarnak nyomulni a tuaregek földjére. Minden vonaton száguldoznak ilyen küldöncök, és senki sem tartóztatja fel őket. Donald, kedves Donald, hogy juttathatom el én az igazolványt hozzá? Hát várjon, de majd kigondolunk valami zseniálisat. A legnagyobb baj az, hogy tegnap óta nem szabad a Szahara felé utazni, csak külön engedéllyel. Ez mindig így van, ha hadműveletek kezdődnek. Viszont magának legalább Taurirtig kell eljutni. Az közel van az Agadiri helyőrséghez, és odáig én is elkísérhetem, mert néhány jelentéktelen utasítást kell átadnom az ottani ütegnek. Hoppá! Ide hallgasson, szerelmes kislány, játsszunk el egy regényt. Maga egy kicsit lenyírja a haját. Én szerzek egy légionista ruhát, szépen odaadom magának az irattáskámat. Maga tud tisztelegni, jelenteni, hiszen katonalány. Egyszerűen elviszi az én táskámat az írásokkal, és átadja a Taurirti ütek parancsnokának. Útközben maga használja a Dalarcon névre kiállított futárigazolványt, amellyel simán engedik utazni a hadizónában Taurirtig. Taurirtban az én táskámat az írásokkal leadja az ütegnél. Azután egyszerűen keres valakit, mondjuk egy gyümölcsárus arabot, aki jó pénzért elmegy Taurirtból Agadirba, és egy kosár datójával együtt becsempészi a maga futárigazolványát Dalarconhoz. Ha azután a futárigazolvánnyal nem tud megszökni, akkor fajankó. És nem leplezhetnek le útközben? Ha a titkos szolgálat vagy a vezérkar valamelyik embere kíváncsiskodik, akkor ott van magánál az ütegnek szóló utasítás az én táskámban, amelyet Taurirtba visz. Erre minden esetre szüksége van, bár a legritkább esetben szoktak utána nézni annak, ami a futár táskájában van. Ha azután Taurirtban leadta a táskát, és talált egy arabot, akivel útnak indította a maga futárigazolványát Dalarconhoz, akkor egyszerűen női ruhába öltözik. De la Motte tábornok leányának mindenki készséggel rendelkezésére áll, hogy mennél hamarabb Marokkóba jusson. Legfeljebb a tábornok úr mérgelődni fog, hogy leány létére ilyen veszélyes időben beszökött ebbe a veszélyes zónába. Borzasztóan félek. Maga nem tudná elvinni? Nézze, Ivon, ha magánál egy hamis futárigazolványt találnak, amely mögött egy szívügy van, ezért legfeljebb az édesapja jól leszídja, de ha valamilyen véletlen következtében nálam találják meg a hamis futárigazolványt, ez 10 évi várfogság. Még azzal is óriási kockázatot veszek magamra, hogy az irattáskámat, az utasításokat magával küldöm el az ütekhez. A leghelyesebb az lesz, ha nem is utazunk egy fülkében. Én a szomszéd kupéba szállok majd, hogy szükség esetén rendelkezésére álljak, de jobban szeretném, ha erre nem kerülne sor. Ugye megérti, Ivon? Maga egy tábornok leánya, de én katonai mérnök vagyok. Legszívesebben venném, ha meg sem kísérelné ezt a vakmerőséget. Nem, nem. Nekem meg kell menteni ezt az embert. A papának majd azt mondom, hogy Párizsba utazom a bácsimhoz. És kérem, mennél hamarabb. Még holnapra szerezze meg nekem a katonaruhát. Azonnal útnak indulok. Újra figyelmeztetem, kislány. Az én számomra veszélyes ez a játék. Ne féljem, vigyázni fogok, és nem lesz baj, hiszen végre is csak egy szerencsétlen emberen segítek. És ebben tévedett Ivon.
mert egy szerencsés emberen segített. Ez a Donald egyike volt a legszerencsésebb embereknek, akik valaha is kémkedéssel keresték a kenyerüket. Egy órával a beszélgetés után a Mammonia Hotel külön szobájában ült egy cinkosával. Szóval megvan a kulcsról a lenyomatod? Kérdezte Donald. Már két napja. Az őr a mi emberünk. Ha vállalod, hogy elviszed Hamir Sheikhez, akkor 24 órán belül nálad lehet a felvonulás terve. Láss hozzá, és még ma szerezd meg a terveket. Külön futár fogja elvinni biztonságban Taurirtig, ahol majd én elveszem tőle és továbbítom. A veszélyes vasúti zónán a futár át fogja vinni. És ki ez a futár? De Lamotte tábornok, leánya. Az éjszakai vonatba csinos és fiatal légionista szállt be, puska nem volt nála, csak egy sárga irattáska. Nyilván futár lehetett, miután külön fülkét kapott, ahová a kalauz mást nem engedett beszállni. Yvonne de Lamotte kisasszony volt ez a közlegény a sárga táskával. Nem sokára elaludt a zakatoló döcögő vonat rázásától. Összetörve ébredt reggel. Később a hőségtől még jobban legyöngült, és az ubbonyát sem merte kinyitni, mert tudta, hogy ez előírás ellenes. Donald, akinek állandó engedélye volt az útvonalra, egy másik szakaszban ült, időnként elsétált a fülke előtt, és biztatóan benézett a leányra. Délben elérték Haute-Ouirtot. Itt meglepetésszerűen zárt katonai kordonba futott be a vonat. Senkit sem engedtek leszállni. Az utasok közt valóságos pánik tört ki. Egy hadnagy az őrjárattal sorra vette a fülkéket. Mikor Yvonnehoz nyitott be, a lány olyan haptákot vágott ki, hogy sok zupás bakának dicséretére vált volna. Minden szó, minden mozdulat beleidegződött gyerekkora óta, és anélkül, hogy kérdeznék, folyékonyan jelentette, a 143-as számú légionista alázatosan jelentkezik. Hol a szabadságlevelem? Hivatalos küldetésben vagyok, mon commandant. A szíve hevesen dobogott, miközben átnyújtotta a hamis futárigazolványt. A tiszt figyelmesen megnézte és visszaadta. Rompé! Megfordult és elment az őrjárattal. Yvonne megkönnyebbülten, de félájultan ült vissza. Teljes egy órát állt a vonat. Mint utóbb kiderült, a futáron kívül minden utast megmotoztak és kikutattak. Ezt a kalauz közölte Yvonnal, mikor később bejött a fülkéjébe. Rettenetes dolog történhetett, kérem. Nincs egy cigarettája? Nem dohányzom, mondta Yvonne. Mi történt? Tegnap betörtek a vezérkar épületébe. Nem olvasta a reggeli labban? Fontos katonai írásokat raboltak el. Egész Marokkó lázban van. Mikor Yvonne egyedül maradt, nyomasztó érzése támadt. Tulajdonképpen miféle írás lehet ebben a táskában? Nem volt rá oka, hogy gyanakodjék, de már hisztériás volt a sok izgalom következtében. Mit tud alapjában véve erről a Donaldról, aki olyan szisztematikusan intézte az egész ügyet? Azt tudja róla, hogy jól teniszezik, és állítólag néhány erődítés tervénél segédkezett. Ösztönszerűleg kihúzta a sárga táskából az írásokat. Az iratcsomó tetején ez állt. Az első, második és harmadik zászlóaj bázisai és csapat mozdulatai egy szükségesnek látszó felvonulás esetére. A rövidesen megkezdődő offenzíva tervének egy másolata van nála. Ennyit már értett a katonai fogalmakból. Gyorsan becsukta a táskát, de elkésett. Donald már régen ott állt a fülke ajtajában. A lány előtt egy pillanat alatt világos lett minden. Milyen egyszerűen szaladt bele ebbe a csapdába, mennyire nem gondolkozott. A vonat megindult. Donald leült vele szemben, és mosolyogva mondta. Úgy látom, tisztában van a helyzetével, Yvonne. Becsaptam magát, de nem mindenben. Maga áthozta a veszélyes zónán a terveket, és óvta őket, mialatt engem megmotoztak. Taurirtnál átadja a táskát nekem, is igyekszik hazautazni. Én viszont a futárigazolványt becsület szavamra eljuttatom Dalarkónhoz Agadirba. A táskát nem adom oda. És ha közeledik, meghúzom a vészféket. Eszem ágában sincs közeledni.
A táskát mégis ide fogja adni. Ha megtalálják magánál a hamis futárigazolvánnyal együtt, akkor higgy el, főbe lövik annak dacára, hogy nő. És azt hiszem, a tábornok sem ússza meg lefokozás nélkül, mert végre is felelős azért, ha leánya a vezérkar pecsétjét és papírját használja fel szívügyeihez, de közben egy haditervet is magával visz. Ha Taurirtnál ide adja a táskát, akkor hazamehet. Megmentheti a saját becsületét, az apja becsületét és a szerelmes ifjút, ha nem, akkor én adom át magát a hatóságoknak, mielőtt feljelenthetne engem. Ez is megér valamit, mert 100 000 frankot tűztek ki a tettes fejére, és nincs bizonyítéka rá, hogy tőlem kapta a táskát. Estére Taurirtba érünk, addig gondolkozzon. És Ivon Taurirtig gondolkozott. Harmadik fejezet, amelyben egy úriember nem lázad fel, inkább borotválkozik. Dalarconnak kis kellemetlensége támadt a rohamosztagosok között útban Agadir felé. Az előretolt helyőrség új legénységét a szörnyű klímához és a szörnyű veszélyekhez mérten csupa 13 próbás veteránból állították össze, akik vígan tudtak meghalni. Sepphelyes arcú, vidám, de brutális régi katona volt mind. Meknesből jöttek és kicsit csodálkoztak Marokkóban, midőn egyetlen fővel szaporodott a létszámuk. Ez a fő csinos volt, fiatal és udvariasan vigyorgott. Uraim, fordult a fülkében ülő katonákhoz az új bajtárs, nevem Dalarcon, és rendkívül örülök, hogy megismerkedhettem önökkel. Remélem, a túlvilágon kellemesen fogunk visszaemlékezni közös élményeinkre. Meghajolt, aztán kabátújából egy sejem zsebkendőt húzott elő, leporolta vele a padot, és oda telepedett közéjük. A kendő valódi Chanelt illatozott szét. Az ifjú ismét vigyorogva fordult feléjük. Hogy vannak? Eddig nem tudtak szólni, a látvány és az illat elvette a szavukat. Peterson úgy találta, hogy az ifjú szemtelen. Peterson a boldog emlékezetű alkoholtilalom idején gengszter volt Al Capone bandájában. Egy másik gengszter társaság bosszúja elől szökött Európába. Itt fényképeket és interjúkat közöltek róla, pénzt kapott, virágot és reklámot, csak éppen letelepedési engedélyt nem. Végül is megunta az ide-oda dobáltatást, és beállt a légióba, ahol 4 hadjáratot verekedett végig, de sem kitüntetést, sem előléptetést nem ért el. Mert fél évenként megverte az őrmesterét, és erről a szenvedélyéről nem volt képes leszokni. Különben is könnyen odaütött. Mindenki tisztelte, mint kitűnő boxolót, és rendkívül erős embert. Most úgy érezte, hogy csorba esett a tekintélyén. Hőcsém, keljen fel a helyéről, oda akarom tenni a lábamat. Nem maradhatnának lent a lábai? Kérdezte kedves mosolyjal Dalarcon. Félek, hogy sérvet kap, ha ilyen magasra felrakja őket. Épp imaz, mondta Peterson, ugyanolyan hangon, mint az előbb, és a vén légionista arcok felderültek, mert küszöben állott az ifjú megveretése. Fogja be a száját, és engedelmeskedjék! Ön igen rossz maga viseletű katona, felelte szemérmes mosolyjal Dalarcon. Ha így folytatja, félek, hogy meg kell fenyítenem. Hát állj fel, te piszok, üvöltötte Peterson, és felemelkedett. Nem akarok ülő emberre támadni. Komolyan civakodni akar, öregem? Kérdezte Dalarcon előzékenyen. Az ördögbe is, te hülye újonc, összetörlek! Hülye újonc, szólt a fiú tűnődve. Ezt nem kellett volna mondania, és villámgyors mozdulattal úgy csapott a gengszter arcába, hogy az vérbe borultan zuhant hátra. De utána nyomban rávetette magát hatalmas testével a vékony Dalarconra. Közben egy iszonyú rúgás érte a térdén, amitől kis hián elvesztette az eszméletét, és ezzel általános tetszést váltott ki. Mindketten a vagon padlójára zuhantak. 2 percig tartott a verekedés. A légionisták hátra húzódtak, hogy helyet adjanak. Közben robogott velük a vonat. 1 percen belül Peterson érezte, hogy nem bír ellenfelével, a feje zúg, a szája felrepett, az orcsontja széttört, és 3 foga kiesett.
Vadul kirántotta a rohamkését, de Talarkon két kézzel csavarta meg az alsó karját, mielőtt ellenfele ledövhette volna. Peterson úgy érezte, hogy kiszakadt a vála. Fel akart ugrani, de közben egy rúgás tért hajláson érte, amitől fejjel a vagonajtónak esett és elájult. A vikomt leporolta magát, elővette ismét a zsebkendőjét, és egy kis tükörbe nézve törölgette szája széléről a vért. Nem szeretem az ilyen afférokat, jegyezte meg mosolyogva. Peterson nem sokára magához tért, csúnyán nézett ki, de barátságosan rávigyorgott Dalarkonra. Jó munka volt, mondta a gengszer. Azt hittem, hogy valami mamlasszal van dolgom. Ne vegye komolyan a gorombaságaimat, én is eltekintek a cívódástól. Örülök, hogy megismerhettem. Részemről a szerencse, hogy van? Az öreg anyám se látott ilyet, dünnyögte az egyik légionista. Erős, mint a biva, és úgy viselkedik, mint valami herceg. Így maradt rajta Dalarkonon a herceg elnevezés. A Szahara közepén 60 fokos égő nap alatt volt Agadir helyőrsége. Kis fehér kör alakú erődben laktak a katonák. Egy kapitány, egy őrnagy, 3 altiszt és 100 közlegénnyel volt teljes a létszám. Élőlény itt hetekig nem tűnik fel, egy szál fű, egyetlen fa sincs a közelben. Ameddig a szem ellát, mindenütt csak vakító, sárga, sivatagi por, amely nappal megsokszorozva veri vissza az örökké felhőtlen égről szüntelenül izzó napsugarak forróságát. A szolgálat itt az erődben jóformán semmi dolgot sem ad. A katonák ődöngenek, végig dőlnek az ágyon, vagy vörösbort isznak a kanténban, és rövid idő alatt elviselhetetlen kínnal nehezedik rájuk a forróság, az egyhangúság és az örökösen izzó, végtelen sárga porhullámok látványa. Ilyenkor jön a kafár, a sivatagi őrület. Indiában álmokfutásnak hívják. A betegség afrikai változatának hosszabb a pangási ideje. Az első stádiuma a fokozott ingerlékenység. Második fokozat a tetvágy. Menni, cselekedni, szökni. Nagyszerű haditerben dolgozni és odaállni vele a kapitány elé. Angolul tanulni vagy feltalálni egy új sivatagi távírót. Harmadik stádiuma a melankólia. Szótlanul, szomorúan, régi hazai epizódokon, elhagyott szeretőn, kedves otthoni tájak felett ábrándozni. A betegség végkifejlése az úgynevezett álmokfutás. Minden átmenet nélkül egyik pillanatról a másikra valamelyik katona belevágja szuronyát egy bajtársába, azután hajrá, ölni! Ilyenkor általában egy jótékony golyó végez vele. Ha megfékezik és összekötözik, ez csak meghosszabbítja a kínját, mert órákon belül úgy is végez vele az agyérgörcs. Az utolsó előtti stádiumban még van mentség. Néha egy támadás, hirtelen helyőrségváltás vagy más váratlan esemény elfújja a melankóliát, amelyel egyik a másikat megfertőzi. Sok esetben véres zendülésbe tombolja ki magát a betegség. Ilyenkor leülik a fejjebb valókat, és dalolva nekivágnak a sivatagnak, feldúlnak néhány oázist, míg valahol egy csapat spáhi érkezik vágtatva, és lefegyverzi őket. Az agadíri helyőrség legénységén a kafár tünetei kezdtek mutatkozni. Némelyek rossznak találták az élelmezést, és küldöttségbe mentek az őrnagyhoz. A küldöttség szemén ott lappangott a kafár zöldes színű szomorú tébolya. Az őrnagy régi ember volt. Úgy tett, mintha figyelemre méltónak tartaná a panaszt, és megígérte, hogy utána néz az ügynek. Mikor kimentek tőle, nagyot sóhajtott. Jól ismerte a légionistákat. Azután a kis svájci bollag folytogatni kezdte a káplárt, azzal gyanúsítván, hogy 3 hetenként érkező postából ellopja az ő leveleit bosszúból. Más helyen haditörvényszék elé kerül. Az előretolt helyőrség őrnagya 1 hétre elzáratta. Kis csoportokba alakultak, véd és dacszövetséget kötöttek egymással, és mindenféle szökési terveken rágódtak. De a forróság, a tétlenség és a sivatag izzó sárga színe továbbra is csak elviselhetetlenül vette körül őket. Azután váratlanul felengedett a kafárd. A kantin egyik sarkában a káplár súgott össze néhány öreg légionistával. Ezek ismét újabb csoportokkal súdolóztak.
Vidámabb lett a hangulat, néhányan ittak és énekeltek. Titokzatosan hunyorogtak egymásra. Jules őrmester jelentkezett Guillaume kapitánynál. A kapitány fiatalember volt, kreolbőrű, ideges természetű és iszákos. Kisebb visszaélés miatt helyezték a híres kék huszárok Párizsi ezredétől ide a Szaharába. Állandóan ivott és gramofonját hallgatta. Kérem, mon commandant, mondta Jules őrmester, a legénység körében valami nyugtalanság van. Előttem ugyan titkolóznak, de annyit mégis megtudtam, hogy lázadásra készülnek. Egész fantasztikus módon. A bennszülöttek segítségével akarnak megszabadulni. Gyerekség, mondta a kapitány, és legyintett. Maga aztán tudhatná, mon chef, hogy minden héten új szamárságot fecsegnek össze-vissza. Megint az az átkozott káfárd. 10 nap múlva kezdődik az offenzíva, és elfújja az egészet. Az őrmester ugyan szerette volna az őrnagynak is jelenteni a dolgot, de a kapitány megkerülésével ezt nem tehette. Meg volt győződve róla, hogy Guillaume téved, midőn ártalmatlannak hiszi a katonák nyugtalanságát. Este egy Schweindorf nevezetű német légionista odaült Delarcon mellé a kantinba. Mondja, herceg, nem unja még ezt a sivatagi kemencét? Dehogy nem. Egy szép jachtkirándulás sokkal mulatságosabb. Hát ennek véget vetünk, megszabadulunk innen. Csak ugyan. A vezérkar autóbuszokat küldött értünk. Ezektől a finom emberektől mindenki telik. Nem küldtek értünk, mi magunk megyünk, érti? Megyünk, mert elég volt, szörnyű a forróság itt. Ez már nekem is feltűnt. De tudja, én nem vártam mást a Szaharától. Gondos nevelőim már gyerekkoromban megmondták, hogy ez a sivatag nem tévesztendő össze más hűvös helyekkel. Megkínálhatom vörös borral? Pakolba a vörös borral. Oly mód kínálkozik a szabadulásra, amilyen még sohasem volt a légióban. Ez a Hamir sejk, a felkelők vezére, aki az ellenállást szervezi a francia offenzívával szemben, Londonban nevelkedett. Új politikát hozott magával. Nem öleti meg a fogoly légionistákat, sőt, átsegít őket angol területre, ha szökésben vannak. Pénzt ad nekik, és jól bánik velük. Így sikerült elérnie, hogy csapatostul szögdösnek át hozzá a katonák. Nézze meg! Itt van ez a levél. Egy Hoffer nevű légionista írta, aki 2 hónap előtt szökött meg innen. Levelet húzott elő a zsebéből. Potsdamból ír. Otthonban a feleségénél és a gyermekeinél. Hamir sejkhez kell csak átszökni. A sejk néhány nap múlva ideér. Mi fellázadunk, átadjuk neki az erődöt, és ezért valamennyiünket Nyugat-Afrikába juttat angol területre, hogy hazajussunk. Nos, velünk tart. Igazán sajnálom, hogy megtisztelő felhívásának nem tehetek eleget. Nagy baj az, hogy jó a memóriám. Én megesküdtem, hogy 5 évig hűséges leszek a hadsereghez. Feje valói parancsait életem kockáztatása árán is teljesítem, és tudja, az esküszegés sohasem volt népszerű szokás a családunkban, és különben is, kedves kolléga, egy úr nem lázad, igazán nem akar vörös bort inni. A német dühösen otthagyta, és visszament a barátaihoz, akikkel összesúgott. Később az amerikai ült le Delarconhoz. Hallom, hogy nem csatlakozott hozzájuk. Nem tehetem, kedves Peterson, higgy el. Még én sem döntöttem, de hát mondja, mit tehetünk ennyi ember ellen? Semmit, de az erőd mégiscsak a mi erődünk. Igazában. Magával tartok, herceg, de tulajdonképpen mi a teendőnk, ha nem csatlakozunk hozzájuk? Mit tudom én? Meghalni vagy ilyesmi? De higgy el, a lázadóknak sem lesz jó végük. Nem tudom, hogy ez a Hoffer hogy került haza Potsdamba, de szerintem Hamir sejk nem lehet jótevője azoknak, akik a népét gyilkolják. Jelentsük a kapitánynak. Nem tesszük. Lázadni nem finom dolog, de árulkodni még kevésbé előkelő. Délelőtt egy repülőgép ledobta a postát. Ott feküdt az ezredirodában, a káplár szortírozta, a kapitány és az őrnagy beszélgettek közben.
Nem gondolja, Guillaume, hogy a legénység túlságosan nyugtalan. Feltűnően sokat súgnak, búgnak, esténként dalolnak. Ez még gyanúsabb, mintha búskomorak lennének. Rémképek, őrnagy úr, mondta a kapitány. Talán ez az ostoba zsülőrmester nyugtalanította? A legénység érzi a közelgő offenzívát, ezért vidámabb. Lehet. Minden esetre kérjen Taurirtból egy eszkadron szenegáli vadászt. Megpróbálhatjuk, de azután majd zaklatásnak veszi a hadvezetőség. Azért felkelt és átment a másik szobába, ahol egy altiszta rádiót kezelte. Taurirtból éppen keresték a helyőrséget, és a kapitány hosszan beszélt valakivel. Azután néhány utasítást adott, és elküldte a káplárt. 10 perc múlva valaki elkiáltotta magát az udvaron. Zsülőrmester! Dalarcon és Peterson közlegényekkel nyomban jelentkezzen az ezredirodában! Az őrmester és a 2 legény elindult. Nem is sejtették, hogy ez volt a jel a lázadásra. Mikor beléptek az irodába, az őrnagy csodálkozva nézett rájuk. Mit akarnak? Nem hivatott, őrnagy úr? A választ már nem hallották. 10 légionista nyomult a szobába, lövésre kész puskával. Maguk 4-en foglyok? Ha valamelyikük ellenkezik, azzal nyomban végzünk, harsogta a káplár. A 4 ember tehetetlenül állt a rájuk meredő szuronyok között. Megbolondultatok? Kérdezte az őrnagy inkább szomorúan, mint ilyetten. Ezért életetek végéig törhetitek a követ Kolombesárban. Ne aggódjon értünk az őrnagy úr. Inkább csatlakozzék hozzánk. Hamir Sheik valamennyiünket gazdaggá tesz és hazajuttat. Holnapra ideér az embereivel, és átveszi a helyőrséget tőlünk. Bár gyalázatos árulók vagytok, azért nem akarom, hogy a pusztulásba rohanjatok, felelte az őrnagy nyugodtan. Tehát figyelmeztetlek benneteket, hogy e pillanatban már útban van a helyőrségünk felé egy eszkadron szenegáli vadász. Nem hiszem, szólt közbe Guillaume kapitány, aki éppen belépett. Én egész más ügyben beszéltem Taurirtal az előbb, és eszem ágában sem volt ide segítséget hívni. Csatlakozzék hozzánk, őrnagy úr, ez az egyetlen okos dolog, amit tehet. Ön, hebegte az őrnagy döbbenten. Igen, felelte Guillaume kapitány. Én állok a lázadók élén. Igazságtalan büntetésből szenvedtem itt ebben a pokolban, így hát csatlakozom Hamir Sheik embereihez. Ők jobbak lesznek hozzám. Gondolja, mondta mosolyogva Dalarcon. Öreg ebszenyésztőktől tudom, hogy a korcskutyát sehol sem becsülik sokra. A kapitány a revolveréhez kapott, de a légionisták lefogták. Magának nincs joga itt senkit megölni, mondta az egyik katona. A herceg a fogjunk, de nem az ellenségünk. Vegye tudomásul, hogy itt csak velünk együtt parancsolgathat. Megkeserülött gazember, sziszegte a kapitány. Ezért lógri fox. Ez valószínű, bologatott vidáman Dalarcon, de higgy el, az én nyakamon finomabban hat majd a kötél, mint a magáin a tiszti gallér. A légionisták nevettek, és újra lefogták a tajtékzó kapitányt. Majd a kiutoljára nevet, lihegte végül Guillaume. Maga itt marad az ajtóban, káplár, és ha már nem akarnak végezni ezekkel, hát jól vigyázzon rájuk, különben kockáztatnak mindent. Dühösen kiment. A káplár, aki inkább a kapitány embere volt, súlyba tett fegyverrel állt meg az ajtóban. Figyelmeztetem magukat, szólt a foglyokhoz erélyesen. Ha egy lépést tesznek az ajtó felé, nyomban lövök. Nem is lenne sok értelme, hiszen a helyőrséget megszállták a lázadók, menekülni nem tudnának. Csillapodjon, öregem, mondta Dalarcon, és akkor mi sem fogunk nyugtalankodni. A felső zsebéből néhány holmit tett ki az asztalra. Ha nem venné függelemsértésnek, őrnagy úr, akkor megborotválkoznék itt. Mondja, az Istenért, minek? Kérdezte az őrmester. Egy bölcsmondás szerint nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Hasonlóképpen egy gentleman nem a társaságnak, hanem önmagának borotválkozik. Negyedik fejezet.
amelyben egy teve meghal a hazáért, és egy katona örül, hogy megborotválkozott. A század irodában őrzött foglyok, az őrnagy, az őrmester, Dalarcón és Peterson nem tanácskozhattak helyzetükről, mert az ajtóban állt a káplár lövésre kész fegyverrel. Az őrnagy szomorúan nézett maga elé. Nem a saját sorsa miatt aggódott. Tudta jól, hogy ez a helyőrség fontos bázis a meginduló előnyomulásnál, és az árulás révén lecsaphatnak Taurirtnál az ütegre. Veszélyeztethetik az egész offenzívát, mert Taurirt felől oldalba kaphatják Moriak kapitányt, aki a jobb szárnyat fedezi. Ilyen tépelődésekkel kínoszta magát, miközben Dalarcón borotválkozott. Az őrmester kinézett az ablakon. A lázadók lent a depót fosztogatták, és egy hordót vertek csapra az udvaron. A kapu mellett a szokatlan mozgalomtól megriadt tevék rángatták kötőfékeiket, az egyik elszabadulva futkosott, de senki sem törődött velük. A sáncon nem állt őrszem, a kapu tárva volt, mintha már is feladták volna az erődöt. Úgy látom, még nincs összerakva a posta, mondta Dalarcón. Majd én tovább szortírozom. Nézd csak, levelem van. Ez kedves. Mit szól ahhoz őrnagy úr, ha egy gyarmati kormányzó neje hamis Atkinsont használ? Hál' Istennek még idejében írtam a nénémnek Londonba, és most értesít a kedves, hogy elküldte nevemben a kormányzónénak az Atkinsont. És az egyik gyerekének szamár köhögése van. Mik történnek manapság, mi alatt mi ebben az eseménytelen Afrikában unatkozunk? Hopp! Hát ez mi? Őrnagyúrnak alázatosan jelentem, levéltitok megsértését fogom elkövetni. Kibontott egy levelet, és átfutotta. Azután felemelkedett, a szeme csillogni kezdett. Isten áld meg a postásokat! Mi van abban a levélben, mi? Kérdezte a káplár. Petersont értesíti benne New York városa, hogy Al Capone szenátor lett, felelte nevetve, és mikor látta, hogy a káplár fenyegetőleg közeledik, gyorsan zsebre dugta a levelet. Semmi köze a leveleimhez. Ha akarja, hívja ide a légionistákat. Nekik megmutatom, magáról van szó a levélben. Egy marokkói mosónő írja, hogy adós maradt neki. Menj innen, mert hozzád vágom a tintatartót, és felkapta. A káplár nem mert erőszakoskodni. A herceg határozottan népszerű volt a légionisták között, és egy európai levél nem lehet olyan fontos e pillanatban, hogy zavart csináljon miatta. Csak viccel ez a hóbortos alak, gondolta. Váratlanul belépett a kapitány. Most beszélhetünk. És ha ostoba módon továbbra is szemtelenkedik, mondta Dalarcón felé, akkor nem csak a saját helyzetét, hanem valamennyiükét súlyosbítja. Miért nem megy le inkább a barátai közé inni? Kérdezte Dalarcón. A kapitány nem felelt a sértésre, lovagló ülésben leült egy székre. Hogy meggyőzzem önöket további ellenkezésük céltalanságáról, őszintén megmondok mindent. Hamir Sheikh fejedelmien bánik a hozzá pártoló katonákkal. Nem én vagyok az egyetlen ember a hadseregben. Búdenibnél Moriak kapitány szintén az ő embere. Jól tudja, őrnagy úr, hogy a benszülöttek egy-egy győzelme nyomán mindig hosszú harc lángol fel, és olyan nagy győzelmet eddig még sohasem arattak, mint amilyenre most készülnek. Hamir Sheikh jól választotta ki az embereit. Moriakot szintén büntetésből helyezték át. Mind a ketten 500 000 frankot kapunk fejenként. 100 000 frankot már felvettünk. Az én szerepem volt ennek a helyőrségnek a megszállása, Moriak pedig 2 nap múlva pontban éjfélkor utasítást fog kapni általános támadásra, de ugyanekkor általános visszavonulásra ad majd parancsot, és nyomban megszökik Hamir Sheikhhez. Amíg ez a hamis parancs tisztázódni fog, addig a visszavonulásra készülő csapatokat megrohanják a felkelők, és az általános zűrzavarban megsemmisítik. Most jön azonban a legfontosabb. Ahogy a tegnapi rádióértesülésből tudja, őrnagyúr, a marokkói főhadiszállásra betörtek, és fontos okiratokat loptak el. Megmondhatom önnek, hogy ezek az iratok a mostani felvonulás tervei. Egy Donald nevű kém hozza magával ide.
mikor ma a rádióhoz küldött, éppen megérkezett Taurirdból Donald üzenete, hogy útban van a tervekkel. Ez volt tulajdonképpen a jeladás a lázadásra. A felvonulási tervek rövidesen itt lesznek, és holnap, mikor Hamirség átveszi a helyőrséget, készhez kapja őket. Ennek a tervnek a birtokában a mindenfelől összevont Tuareg csapat 100 kilométerrel fogja visszadobni a felállított francia frontot. Ezt azt hiszem nem is kell őrnagy úrnak bővebben megmagyaráznom. Az őrnagy hátat fordított Guillaume-nak, de D'Alarcón jól látta, hogy a kemény ősz katona szemét könnyek lepik el. Miután feltártam a helyzetet, folytatta Guillaume, Hamir Sheikh nevében felajánlok önnek 1 millió frankot, ha a Sheikh szolgálatába lép, ahol igen sok európai tiszt van. Most megfordult az őrnagy. Gyalázatos áruló, mondta nyugodtan. Sértésekre egyelőre nem reagálok, mert a Sheikh úgyis érkezésének órájában mindenkit felköttet, aki nem áll szolgálatába. Még egyszer figyelmeztetem, őrnagy úr, hogy csak egy játszma áll rendelkezésére. Taurirdból már útban vannak a tervek, és így holnap Hamir Sheikh tökéletes ura lesz a helyzetnek. Aki nem áll melléje, az kötözni való bolond. Kisietett és becsapta maga után az ajtót. Nagyon sokat ivott már aznap. A rádió leadó szobába ment, kissé babrált a géppel, aztán elaludt. Az alatt a 4 fogoly, miután egyedül maradt, hosszan hallgatott. Csak ugyan azt hiszi, őrnagy úr, mondta végül remegő hangon az őrmester, hogy ez mind így van, hogy ez elakadt. Ha igaz, monsé, felelte nagyon szomorúan az őrnagy, hogy a felvonulás terve a Sheikh kezébe került, akkor nagyon sok francia katona fog elpusztulni rövidesen. A káplár meggyújtotta a villanyt, és egy másodpercre hátat fordított. Nem volt mitől tartania. Ugyanakkor, vagy valamivel előbb, több részek hang kiáltott fel az udvarból. Egy utas érkezett Taurirdból! Hello! A 4 ember összenézett, egy pillantással megértették egymást, annak az embernek meg kell halnia, és a tervet megsemmisítik. Azután már minden mindegy. Ebben a pillanatban gyulladt ki a villany. A káplár még nem fordult teljesen meg, és D'Alarcón egy villámgyors mozdulattal az asztalon álló üveggel fejbe csapta. Az üveg csörömpölve széttört, a káplár vérző fejjel felbukott, és az őrmester ugyanekkor a szája elé téve a zsebkendőjét, hogy ne ismerjék meg a hangját, lekiáltott a részegek közé. Aki Taurirdból érkezett, az jöjjön a századirodába! Az őrnagy felkapta az eszméletlen káplár fegyverét, és ahogy a Taurirdból érkezett poros ember belépett az ajtón, már válhoz kapta a puskát. D'Alarcón hirtelen félrecsapta az őrnagy karját. Engedelmével, mon commandant, talán várjunk még, ugyanis ez az úr, akit le akar lőni. A menyasszonyom! Valóban Ivón állt az ajtóban, porttól lepett szakadt légionista ruhában kissé támolyogva. Érkezését az alábbi események előzték meg. Mi alatt a vonatban szemben ült vele Donald és Taurirt felé robogtak, gondolkozott. Pillanatnyilag kétségtelenül nem csak ő, hanem az apja becsülete is ennek a kémnek a kezében van. Mégsem szabad elárulni Franciaországot. Ez az ember Taurirtból valahová el akarja vinni a terveket. Hová? Agadirba semmi esetre sem. Ivónnak sajnos fogalma sem volt arról, hogy Donald éppen Agadirba akarja vinni a terveket, miután tudja, hogy a helyőrség közben fellázadt és behódol Hamir Sheikhnek. Így jutott Ivón eszébe a szerencsétlen, de érthető ötlet, hogy megpróbálja valahogy a terveket Taurirdból megszökve Agadirba juttatni, ott átadja az egészet a parancsnoknak, és töredelmesen beval mindent. Hiszen ha ő maga szolgáltatja be az iratokat, ha őszintén elsír mindent egy becsületes öreg katonának, talán még el lehet simítani az ügyet. Persze, ha Donald beváltja fenyegetését, és a hatóságok találják meg Ivonnál a terveket, akkor vége mindennek. Először elhatározta, hogy lelövi nyomban Donaldot. Egy francia tábornok leánya ilyen helyzetben feledkezzék meg arról, hogy nő. Feledkezzék meg arról, hogy gyilkolni szörnyűség. Nála volt kis gyöngyház revolvere, de ha itt lelövi Donaldot, és az őrségre viszik, megtalálják az írást is nála. Nos, kérdezte Donald,
Nyomban Taurirtba érünk. Mit határozott? Ideig őszintén megmondom, nagy veszélyben volt. Igen rosszul éreztem volna magam, ha nálam vannak a tervek. Most már nincs baj. Belátom, hogy ki vagyok szolgáltatva magának. Nyert. Megkapja a táskát, hogy kikerüljek a csávából. De van egy feltételem. És ha azt nem teljesíti, akkor inkább vesszünk el mindannyian. Parancsoljon, ha egy mód van rá. Nem tudom, hová akarja vinni a táskát. Mindegy. Én magával megyek. És ha átadta megbízójának az írásokat, maga elkísér engem Agadirba, mert egyedül nem merek, és nem tudok oda menni a sivatagon át. És megígéri, hogy miután eljuttattam a futárigazolvány Dalarkonnak, visszakísér engem Taurirtba. Ha ezt az ajánlatomat elfogadja, átadom a táskát. Örömmel állok rendelkezésére, mondta Donald mosolyogva, és belülről nagy megelégedéssel vette tudomásul, hogy a leány ismét az ő malmára hajtja a vizet. Taurirtban a táska már Donaldnál volt. Szorosan a lány mellett ment, nem tévesztve szem elől, a pályaudvaron egy előre elkészített papírlapot adott át a vasúti tisztviselőnek egy 20 frankos kíséretében. Kérem, adja fel azonnal ezt a rádiogramot. Azután megfogta Ivont a karjánál, és vitte magával. Ez volt a rádiogram, amit Guillaume kapitány kapott. Nyomban két tevét béreltek, és megindultak vezető nélkül a sivatag felé. Donald jól ismerte az utat. Nem sokára maguk mögött hagyták Taurirt, és kettesben ügettek az elhagyott sivatagban. A sárga irattáska széle kilátszott Donald nyereg tarsójából. Egy óráig szótlanul ügettek. A nap forrón tűzött, apró szálongó porszemek szúrták elviselhetetlenül a leány arcát, gégéjét, torkát. Először életében volt sivatagban. Időnként ivott az oldalán függő kulacsból. Kulacsa alatt a zsebében volt a revolvere. Most milyen irányba megyünk? Kérdezte később Donaldot. Nyugat felé. Szóval mindig a nappal szemben. Egy óra múlva kis oázishoz érünk, ahol a Mohra törzs szent remetéi laknak, ott felfrissítjük az ivóvizünket és megpihenünk. Tehát állandóan a nappal szemben, ismételte magában gépiesen. Embert kell ölni, szörnyű rémületet érzett. Hiába, nem képes erre. Mégis muszáj. Taurirt már nem látszott mögöttük. Jó másfél órája ügettek. A lány, mintha a kulacsa felé nyúlna, megmarkolt a zsebében a revolvert, azután odaszólt Donaldnak. Hopplá, leejtett valamit! A férfi ösztönszerűleg hátrafordult. Ivon villámgyorsan kirántotta bal kézzel Donald nyerge mellől az irattáskát, jobb kezében felvillant a revolver. Bum, bum, bum! Gyors egymás utánban 3 golyót lőtt ki a kém tevéjére. Mégsem volt képes arra, hogy embert öljön. Mindez egy pillanat alatt játszódott le. A halálra sebzett teve egy bakugrással felszökelt, és a férfi mielőtt ideje lett volna visszafordulni, nagy ívben röpült ki a nyeregből, azután ájultan fekve maradt. Míg valamivel távolabb az állat zuhant le döngve a hátára. Egy tevének kellett meghalni a hazáért. Reglak, reglak, reglak! Ismételte kiáltva Ivon, és tevéje nyomban gyors ügetéssel indult el. A táska a lánynál volt. Donald valószínűleg magához fog térni nem sokára. Teve nélkül nem folytathatja az útját, de gyalog visszamehet Taurirtba. Víz és élelem van nála elegendő. Taurirtban viszont csak úgy jelentheti fel Ivont, ha saját magáról is megmond mindent, mert hiszen jól látták, hogy együtt kelt vele útra. Tehát kénytelen lesz hallgatni. Reglak, reglak! Távolról feltűnt az oázis. Fél óra múlva egy arab vezetővel elhagyta a Mohra törzs szent remetéit, és útban volt Agadir felé. Most ott állt a szobában, fáradtan, porosan, kezében a táskával. Döbbenten nézte a földön fekvő vérző káplárt, az őrnagyot a puskával, és Dalarkont. Az egész olyan volt, mint egy lázálom. Ugye, mondta diadalmasan Dalarkon, az ember sohasem tudhatja, miért jó borotválkozni. Azután Ivonhoz fordult. Kérem,
Mondjon el sürgőny stílusban azonnal mindent, és ne kérdezzen semmit. Hogy kerül ide ezzel a táskával? Ivon ösztönösen megérezte, hogy engedelmeskednie kell. Gyorsan néhány tömör mondatban elbeszélte, ami történt. Pillanatnyilag kedvezett számukra a szerencse, volt egy lélegzetnyi idejük, mert a kapitány a szomszédszobában a sok alkoholtól és a nap fáradalmaitól mélyen aludt a rádió mellett. Előzőleg ugyanis azzal volt elfoglalva, hogy elrontsa a leadót, mert amíg a sejk nem volt itt, félt, hogy valamelyik megbízhatatlan lázadó esetleg jelt ad innen rádión valahová. A lány őszintén elmondott mindent. A szöktetés tervét, a futárigazolványt, Donald elleni támadását. Mikor Ivon megtudta, hogy Donald tulajdonképpen ide készült a tervekkel, és így ő cseberből vederbe került, hirtelen olyan rosszul létet érzett, hogy le kellett ülnie. Mindenekelőtt, mondta az őrnagy türelmetlenül, meg kell semmisíteni a terveket, és már nyúlt is a táskáért, de Dalarcon elkapta előle. Bocsánat, őrnagy úr, a terveket most már csak akkor szabad megsemmisíteni, ha előbb mindannyian meghalunk. Ugyanis Ivon és az atya becsülete múlik azon, hogy a tervek ne tűnjenek el, miután Delamotte kisasszony magával vitte őket. Ha a tervek elvesznek, ezerféle homályos kombináció érhet a Delamotte névhez. Mondja meg, mit akar, kérdezte türelmetlenül az őrnagy. Őrnagy úr, csak időre van szükségünk, és akkor ezt az egész csatát itt megnyerjük. Ezért kezeskedem. Adjuk oda a táskát az őrmesternek. Ez a részek horda lent nem törődik semmivel. Az őrmester üljön tevére, talán eléri vágtatva Taurirtot. És miért nem megyünk mi is vele? Kérdezte Peterson. Mert nekünk itt előbb el kell intézni valamit, és szerintem legalább egy órát pihenni kell ilyen út után egy hölgynek, még akkor is, ha katona. A káplár most nem fog már zavarni, és ha sikerül néhány légionistával beszélni, úgy, hogy a kapitány ne hallhassa, akkor minden jóra fordulhat. Ha nem ez a gyalázatos káplár áll őrt, már régen megváltozott volna a helyzet. Időt kell nyerni, őrnagy úr. Dalarcon, mondta az őrnagy. Én megtanultam magát becsülni ma. Kérem, cselekedjék belátása szerint. De, őrmester, ha elfogják, semmisítse meg az írásokat. Öbben biztos lehet, őrnagy úr, mondta Jules. Dalarcon kinézett a folyosóra. Elhagyatott és sötét volt. Kezében volt a táska, intett az őrmesternek. Együtt léptek ki a sötét folyosóra, és a fordulóig mentek. Itt Dalarcon átadta a táskát Jules-nek. A sötét udvaron zajongó részeg légionisták nem vették észre a fal mentén osonó őrmestert, aki a nagy zűrzavarban óvatosan kivezetett egy tevét, és néhány lépés múltán nyugodtan felült rá, és elügetett a bőrtáskával. Csak az arab fiú látta, aki Ivont Agadirig kísérte, és ott pihent a kapuban. Az nem gondolt arra, hogy az őrmester szökik. Különben talán lármát ütött volna, mert nomád arab volt, s ezek hámírsejket szolgálják. Dalarcon visszament a szobába. Nagyon fáradtnak látszik Ivon, mondta gyengéden a lánynak. Nem akar egy kis kölnit? Az elcsigázott nő nem tudta tovább tartani magát. Dalarcon nyakába borult, és keservesen sírt. A férfi átkarolta, magához szorította, és ezt dörmögte a fülébe meghatva. Ivon, maga igazán a legderekabb nő a világon. Ebben a pillanatban belépett az álmos Guillaume kapitány. Ötödik fejezet, amelyből kiderül, hogy a postás is van olyan katona, mint a szenegáli vadász. A kapitány miután álmából felébredt, nyomban az udvarra sietett és érdeklődött, hogy jött-e valaki Taurirtból.
Az arab fiú a kapuban felvilágosította, hogy utasa több mint fél órája ment fel a század irodába. A kapitány rémülten rohant fel, azután megtorpant a küszöbön a két ölelkező katona látványától. Mi ez? Kiáltotta, de mielőtt szólhattak volna, megpillantotta a szekrény mellett ájultan fekvő káplárt, és nyomban kiugrott a szobából. Rájuk zárta az ajtót, azután villám gyorsan 4-5 revolverlövést adott le. Az armé! Az armé! Harsogta tölcsért csinálva a kezéből. Perceken belül fegyverek csörögtek, lábak dobogtak, és légionistákkal telt meg a folyosó. A foglyok szökni próbáltak! Leütötték a káplárt! Valószínűleg megszereztek egy irattáskát, és mindnyájunk szabadsága függ attól, hogy előkerítsük! Ama van! A légionisták élén behatolt a szobába. Ezek véres látványra voltak felkészülve, ehelyett egy nyugodtan dohányzó társaságot találtak együtt. D'Alarcón megfenyegette az ujjával Guillaume-t. Ne láramázzon annyit, fiam, mert ma még megverem magát. Azután a légionistákhoz fordult. Ez a hölgy ismerősöm éppen erre járt és meglátogatott. A káplár pimaszkodott vele, erre rendre intettem ezzel az üveggel, amitől úgy látszik megbetegedett. A légionisták röhögtek, miután a káplárt senki sem szerette. A kapitányt egyre jobban folytogatta D'Alarcón népszerűsége. Hirtelen felkiáltott. Hol az őrmester? Keresse meg, felelte Peterson. És miért van ez a hölgy katonaruhában? Maga valami irattáskát hozott Taurirtból, nem? Figyelmeztetem, hogy a vezetője lent már bevallotta, hogy magánál volt az irattáska. Maga Pimasz, ugrott fel D'Alarcón. Azt hiszi, hogy ez a hölgy valaha életében is mondott valótlant. Igenis nála volt az irattáska. Igenis elvettük tőle. Ez nem lesz így, jó herceg, mondta Sveindorf. Adja ide szépen a táskát, az nekünk kell. Ettől függ, hogy Hamirsejk megszabadít-e benneteket, kiáltotta a kapitány. Hát várjatok, mondta D'Alarcón. Bajtársakat nem szoktam becsapni. Bevallom nektek őszintén, az őrmester egy fél óra előtt elment a táskával tedén. Most, ha tetszik, álljatok bosszút rajtam. A légionisták morogtak, de nem bántották D'Alarcónt. A kapitány hirtelen elsietett. Ivón, arab vezetője, még ott volt a kapuban a tevéje mellett. Azt felelte a kapitánynak, hogy látta az őrmestert egy sárga irattáskával tevén elmenni. A kapitány intézkedett, azután visszament a foglyokhoz. Ezek közben magukra maradtak, mert a katonák visszamentek dorbézolni az udvarra. A kapitány óvatosan állva maradt a küszöbön. Szerencsére nem sikerült, amit akartak, mondta kegyetlenül nevetve. Az őrmester kövérember is rossz tevén ment el. Ez a 15 éves fiú, aki ide vezette azt a hölgyet, már ellágtatott, és legalább egy órával előtte érje el a Mohra törzs oázisát, mint Zsül. Ezek mind Hamirsejk emberei, és játszva elfogják az őrmestert, aki nem is gyanakszik majd a békés arabokra, tehát arra nem lesz ideje, hogy megsemmisítse a terveket. Most aludjanak jól! És kacagba otthagyta őket. Az őrnagy rémülten szemrehányással nézett D'Alarcónra. Ivón és Peterson csüggetten bámultak maguk elé. De a herceg úgy látszott, nem vette nagyon szívére a dolgot, rágyújtott egy cigarettára, és két lábát felrakta az asztalra. Ember, mondta az őrnagy, nem érti? Mégis meg fogja kapni Hamirsejk a terveket? Ezeket gondolja, kérdezte D'Alarcón, és előhúzta zsebéből a terveket. Ha ezt tőlem megkapja a sejk, akkor én elmegyek kígyó bűvölőnek. A sötét folyosón ugyanis kivettem az írásokat a táskából, miután szerintem ezeket csak Ivón viheti vissza Marokkóba, hogy teljesen tisztázva legyen. Az irattáskában néhány cigarettát tettem, mert tudom, hogy az őrmester nagy dohányos. És hogy akarja innen kivinni a terveket? Diadalmenetben. Nekem csak idő kell, és hála az őrmester teve kirándulásának, megint maradt időnk bőven. Ne kártyázzunk! Van itt a fiókban egy pakli. Kintről fegyvercsörgés hallatszott, majd a kapitány hangja. Vigyétek el a káplárt, és 4 ember vigyázzon a foglyokra, de úgy, hogy ne csinálhassanak újra bajt!
Gondoljátok meg, hogy a szabadságotokat veszélyeztetik. Én nem tudok folyton résen lenni. 24 órája nem aludtam. Amíg alszom, legalább 4-en maradjatok itt józanok, és vigyázzatok. Ne féljön, hangzott a német válasza. Feküdjön le nyugodtan. Ha a herceg packázni akar velünk, akkor majd nagyon megjárja. Pedig packázni fogok veletek, dünnyögte Dalarcón. A kapitány elment, és ruhástól végigdőlt a szomszéd szobában egy bőrkanapén. Schweindorf és még 3 légionista szuronyos puskával bement a foglyokhoz. 10 percig senki sem szólt. Ekkor áthallatszott a szomszédból a kapitány horkolása. És most Schweindorf beszélni kezdett a csendben. Ide hallgasson, őrnagy úr. Maga mindig jó volt hozzánk. Nekünk ez a részeges disznó kapitány nem parancsol. Azután úgy látom, hölgy is van magukkal. Menjenek szépen le, üljenek tevére, és igyekezzenek innen messze menni. Mi nem tehetünk mást, haza akarunk végre jutni, és a sejk becsületesen viselkedik a légionistákkal, de magukat nem akarjuk romlásba vinni. Menjenek szépen. Maga egész jóra való lázadó, mondta Dalarcón. De sajnos mi a szolgálati helyünket egy közlegény intézkedésére nem hagyhatjuk el. Ez szépséghibája a francia köztársaság demokráciájának, de mégis így van. Tréfál velünk. Vigyázzon. Na, öregem, csak semmi fenyegetés. Ilyesmitől én sírógörcsöt kapok. Különben sem akartam megbántani. Egész nap erre a pillanatra vártam, hogy a kapitány és a káplár jelenléte nélkül beszélhessek valamelyikükkel. Most már nincs baj. Maga azonnal be fogja látni, hogy jó barátja vagyok. Az őrnagy úr spáhikat akart hozatni segítségül. Ezek sajnos nem jöhettek. De érkeztek nagyszerű sekét csapatok, és pedig a postás zászlóai részéről. Nem kimondottan katonai alakulat, de egyenruhájuk van. És ez a fő. Maguk azt hiszik, hogy Hamir sejk révén megszabadulhatnak, és hivatkoznak egy bizonyos Hoffer nevezetű úrra, aki megszökött a légióból és Potsdamból írt önöknek. Ismeri, kérem, valaki ennek a Hoffernek az írását? De mennyire? 2 évet szolgáltunk együtt, szólalt meg az őrök között egy breton. Azt a bizonyos levelét is nekem írta. Na hát, ma reggel egy újabb levelet írt. Itt van a borítékkal együtt, majd felolvasom. És olvasta. Igen, tisztelt őrnagy úr, kérem tudassa a bajtársaimmal az alábbiakat. Különböző híresztelések következtében átszöktem Hamir sejkhez. Miután megérkeztem, elsősorban véresre korbácsoltak, majd addig kínoztak, amíg levelet nem írtam egyik bajtársam címére. Azt kellett tudatnom, hogy a sejk révén hazakerültem a családomhoz, és jól megy a sorom. Utóbb megtudtam, hogy minden légionistával iratnak egy ilyen levelet, és ügynökeik útján Európában bedobatják. De egy légionistát sem engednek haza, hanem a Tuareg mocsarakba építetik velük az utat. Aki elgyöngül vagy beteg lesz, azt egyszerűen agyonlövik. Én vagyok az egyetlen, aki megmenekült a mocsárból. Egy lány belém szeretett, és női ruhában szörnyű úton átvezetett angol területre. Hazaértem, de úgy érzem csak azért, hogy itt halljak meg Németországban. A kórházból írom ezt a levelet, mert elképzelhetetlen szenvedéseim következtében élő roncs lettem. Kérem Istent, hogy óvja meg a sejktől minden bajtársamat, és alázattal kérem őrnagy urat, hogy levelem tartalmát mennél több légionistával közöltesse. Az ön szerencsétlen, szökött közlegénye, Johann August Hoffer. Mindenki mozdulatlan volt. Azután a breton átvette a levelet, reszkető kézzel, és megnézte. Az ő írása, suttogta. Most Dalarcón Schweindorf vállára tette kezét. Komám, te az előbb bebizonyítottad, hogy van szíved.
Most majd meglátod, hogy az őrnagy úr sem rossz ember. Ide hallgass. Ti tulajdonképpen a kapitány és a káplár parancsára cselekedtetek, mikor fellázadtatok. Az őrnagy urat nem is bántottátok. Ha tehát ti most értesültök az őrnagy úrtól, hogy a kapitány és a káplár parancsa törvényellenes volt, és alárendelitek magatokat a vezényletének, akkor nem követtetek el semmiféle bűnt. Így van, őrnagy úr? Tökéletesen így fognám fel a helyzetet, mondta azonnal az őrnagy. Te most menj le, Schweindorf, ezzel a levéllel a többiekhez. Gyűjtsd őket össze. Olvasd fel nekik. Azután, ha egy fél óra múlva csukva áll a kapu, az őrsem elfoglalja a helyét, és a legénység felsorakozik az udvaron, akkor nem történt semmi. A kapitány felel mindenért, meg is érdemli, mert a tiszteket jó fizetéssel veszi át a sejk, míg a közlegényt megöleti. Guillaume ezt tudta, és el akart adni benneteket. Mehettek. D'Alarcón átment Petersonnal a másik szobába, ahol a kapitány aludt. Jól oldalba rúgta. Hé, te disznó! Kész a fürdő, ébredj! Miután a kapitány riadtan felült, vagy két tucat pofont adtak neki, és jószorosan megkötözték. Megváltozott a helyzet, újságolta örömmel D'Alarcón. Segítségünkre jött egy osztag postás, és ledobtak bérmentve egy gránátot. Ne félj semmit, fiam, most egy pár napig sok verést kapsz. Nézd csak le az ablakon. Kint felharsant a kürt, az erőd bástyáján elhelyezkedett a szuronyos poszt, és a legénység pillanatok alatt felsorakozott az udvaron. Azt hiszem, mondta az őrnagy, amint ezt meglátta az ablakból, hogy a legénység részéről mégis történt valami, amit jelentenem kellene, de pillanatnyilag stratégiai szempontokból ezt az eljárást tartom megfelelőnek én is. Ő kisasszony, szólt Ivonhoz, amit ön itt elmondott nekünk, azt nyugodtan titokban tarthatjuk, miután D'Alarcón kíséretében nyomban elindult Taurirtba. A gyanús oázist kerüljék el. Úgy gondolom, hogy a tábornok nélkülem is elintézi ezt az ügyet, ha visszajuttatja hozzá a terveket. D'Alarcón magam a hallatlan szolgálatot tett Franciaországnak. Ó, kérem, igazán csekéség. Ezért, ha Taurirtból néhány nappal később tér vissza, nem veszem szigorúan, és a szeme ezt fejezte ki, hagyok neked egérutat, hogy megszökjél. Tehát azonnal útra kell de la Motte kisasszonnyal. Maga Peterson szintén megkapja majd hűsége jutalmát. Az őrnagy lent az udvaron néhány szigorú, de megnyugtató szót intézett a legénységhez. Azután az őrség kivételével mindenkit felmentett egy napra a szolgálat alól, hogy kialudják a mámorukat. A katonák lelkesen megéjjelezték. Néhány lázadó érkezett nem sokára a megkötözött őrmesterrel. Rendkívül meglepődtek, midőn nyomban az erőd mögé vezették mind a négyüket, és rövid úton fejbe lőtték őket. D'Alarcón megérkezett Ivonnal Taurirtba. Itt elsősorban női ruhákat szereztek, azután szerencséjükre éppen indult egy katonai repülőgép, amelyen Ivon Marokkóba mehetett. Néhány percnyi idejük volt csak a búcsúzásra. Micsoda őrült kislány maga, ha nem haragszik nyíltságomért, mondta D'Alarcón, és megsimogatta Ivon rövidre vágott haját. Csak a számadásunkat intéztem el. Maga azért, hogy engem lásson, eljött civilben a kormányzóság épületébe. Most viszonoztam a látogatását katonaruhában, a szaharai helyőrségben. Azt hiszem, kvittek vagyunk. Egyforma őrültség mind a kettő. És most nézze, itt ez a futárigazolvány. Ezt tegye el, azután írjon majd nekem, hogy szerencsével járt. Csak ugyan itt a futárigazolvány, mondta D'Alarcón, azután vállat vont és zsebre tette. Lehet, hogy szükségem lesz rá, és minden esetre írni fogok. Az utóbbi napokban rájöttem, hogy nem árt néha levelezni. A posta megérdemli, hogy támogassuk. A repülőgép motorja felbúgott. Isten vele,
kis menyasszonyom, tette még hozzá egy rosszul sikerült tréfás mosolyjal, és a lány beugrott a gépbe, amely nyomban nekilendült és futni kezdett, azután a magasba emelkedett. Néhány pillanatig még látszott az ablakában egy női kéz, amint búcsút int. Késő este futár érkezett Budenip helyőrségébe, egy tisztet keresett, akivel hosszasan beszélt. A tiszt hitetlenkedve hallgatta. Később néhány társával titokban átkutatta Moriak kapitány holmiát, és kétségtelen bizonyítékokat találtak arra, hogy a kapitány áruló. Mielőtt őrizetbe vehették volna, és látta, hogy elvesztette a játszmát, Moriak kapitány főbelőtte magát, azonnal meghalt. Ezután mindnyájan a futárt keresték, azonban ez az ember mialatt elterelődött róla a figyelem, nyomtalanul eltűnt. A főhadiszálláson telefonon érdeklődtek a futár után, de Marokkó azt felelte, hogy hasonló megbízatással senkit sem küldtek Budenibbe. Nem értették, hiszen a futár jelentése igaz volt, és valóságos katasztrófától mentette meg az offenzívát. Jóval éjfél után, midőn Moriak, ha nem leplezik le, már régen kiadta volna az áruló parancsot, jelentkezett az agadíri helyőrség. Az erőd parancsnoka egy őrnagy közölte, hogy leadójukat megrongálták, és így csak most tudja értesíteni Budenibet, hogy Moriak kapitányt vegyék nyomban őrizetbe. Az árulásról már értesültünk, felelték Budenibből. Kérem, őrnagy úr, nem tudna felvilágosítást adni egy szabályszerű igazolvánnyal kiküldött futárról, aki az ön által közölt tényeket még idejében jelentette? Hosszú szünet állt be, azután az őrnagy kisé rekedten felelt. A futárról nincs tudomásom, jó éjszakát. Másnap reggel egy holtfáradt, porral lepett katona jelentkezett Agadirban az őrnagynál. A 143-as számú közlegény alázatosan jelentkezik, mon kommandant. Mademoiselle de la Motte Tauriltig kísértem, ahonnan repülőgépen útra kelt Marokkóba. Őszintén szólva, mondta csodálkozva az őrnagy, nem hittem volna, hogy viszont látom, Dalarcon. Alázatosan jelentem, őrnagy úr. Családunkban volt már iszákos és kártyás, és egy nagybácsim fogadásból konflison ment Párizsból Vlagyivosztokba, mind a mellett katona szökevény még nem fordult elő a famíliában, és én tisztelem a tradíciókat. Egy hónappal később a marokkói helyőrség díszemléjén de la Motte tábornok saját kezüleg tűzte ki a becsületrendet Dalarcon zubbonyára. A trombita recsegett, az arcvonal tisztelgett, a zászlót háromszor meglengedték, és a tábornok az előírástól eltérően, miután kezet fogott a légionistával, megölelte. Csak Ivon tudta, hogy erre a szokatlan kitüntetésre a közlegény nagyon is rászolgált a tábornok részéről. Petersonból soron kívül altiszt lett. Jules őrmestert tiszthelyettessé nevezték ki, Guillaume kapitányt az oráni haditörvényszék halálra ítélte, és miután nem kapott kegyelmet, az ítéletet végrehajtották. Utolsó fejezet, melyben egy festő visszatér az úri társaságba. Még a kitüntetést megelőzően de la Motte tábornok meglátogatta Párizsban az idősebb Dalarcon vikomtot. Itt sok mindent megbeszéltek. Kiderült többek között, hogy az öreg vikomt ezerszer megbánta fösvénységét, és szívesen odaadna mindent, vagy akár tízszeres apanást is, ha viszont láthatná élve a fiát. Ez a kívánsága rövidesen teljesült. Egy megátalkodott ezredorvos a fiú ellenkezése dacára felülvizsgálaton szolgálatképtelennek nyilvánította az ifjú vikomtot, bár ez hevesen, majdnem gorombán tiltakozott. Az ezredorvos azonban jelentésében óva intette a hadsereget, hogy a fiatalembert, aki súlyos fokú szív-érrendszer elváltozásban szenved, továbbra is megtartsák a szolgálatban. A diagnózisról később Európa legjobb belgyógyászai úgy nyilatkoztak, hogy e betegség mindaddig ismeretlen volt az orvostudományban, míg az ifjú Dalarcon szervezetét meg nem támadta. Én úgy tudom, hogy a felülvizsgálat előtt a tábornok beszélt az ezredorvossal,
és ez a körülmény is közrejátszhatott a különös baj megállapításánál. Dallarcont egyszerűen kiszuperálták a légióból, és erről az eljárásról igen keresetlen szavakkal nyilatkozott a számvevő altisztnek, aki kiadta civil ruháját. Jellemző magukra. A mór megtette kötelességét, a mór elmehet. Szép kis disznóság. Kiintrikálni valakit a hadseregből. Viszont látásra, öregem. Jó, csak tegye el azt a 100 frankot. Néhány hónapig az apjával együtt élt Corbeil kastélyukban, de igen sűrű levelezésben állt Marokkóval. Az esős évszak kezdetén a tábornok és leánya szabadságra utaztak Marokkóból, és néhány hétig a Corbeil kastély vendégei voltak. Donaldról soha többé nem hallottak. A mérnök, miután Yvonne elvágtatott, még körülbelül fél óráig feküdt ájultan a sivatagban, azután nagy nehezen lábra állt. Iszonyú fájdalma volt, mert az esés következtében eltörte a karját. Rendkívüli erőfeszítéssel bevonszolta magát Taurirtig. Itt már önkívületben volt a sebláztól, és hetekig kórházba került. Miután a tábornok leánya is belekeveredett volna az ügybe, ha eljárnak ellene, de Lamott futni hagyta. A hazaárulók meglakoltak, és egy nemzetközi hírszerzővel több vagy kevesebb, oly mindegy. Így azután Donaldot senki sem kereste, és miután felgyógyult, sietve elhagyta Afrikát. A száraz évszak kezdetén a kormányzóság ismerkedési teája alkalmából a polgári, a diplomáciai és a katonai élet előkelőségei teljes számban megjelentek. Itt ismerkedett meg újra a társasággal a tábornok leányának férje, Dallarcon Vicomte, miután pontban 4 órakor hatalmas sportkocsijának kipufogója beszüntette iszonyú bőgését a kormányzóság épületének kapuja előtt. A fiatal pár tiszteletteljesen állt meg a nyájas kormányzó előtt, aki a többi vendéggel együtt tapintatosan úgy tett, mintha az ifjú embert most látná először, és azt hitte, hogy igen diplomatikus, midőn mosolyogva így szól: üdvözlöm, Vicomte, és örömmel mutatom be a társaságnak. Ó, kérem, excellenciás uram, ez felesleges, már volt szerencsém körülbelül 1 év előtt, midőn, mint kincstári tájképfestő működtem a gyarmaton. Néhány igen ízlésesen kiállított követ hagytam magam után, örülök, hogy ismét visszatérhettem a társaságukba, és engedelmükkel néhány kedves párizsi dalt fogok előadni zongorán. Ezután a kis polgármesterhez fordult, aki megrökönyödve nézett rá. Hogy van? A pillanatnyi feszültség általános kacagásban engedett fel, és Dallarcon leült a zongorához.